Az őszi ének az a címe. Ezt én tavaly voltam 75 éves, és egy nagyobb képet terveztem ide még akkor, ami ilyen karneválszerű jelenet volt. Eljöttem, megnéztem a teret, és azt mondtam, hogy ennek a nagyképnek megvannak a részletei, azokat állítottam most ki. Az utolsó ciklus, aminek őszi ének címet adta, ez a fő címe, van benne, hogy érintések, a holt hangja, ivók és sok olyan cím is szerepel az alcímek mellett, például a Dance Macabre, a haláltánc, ami az őszi énekkel összecseng. Hát van ebben egy olyan panoptikum jelleg, egy olyan fajta karneváli hangulat, ami olyan, mint a mexikói Dance Macabre, már mint hogy a halottak napján, amikor a groteszk figurák kinevetik a mulandóságot. A bohóc és a mulandóság, akár ezek a vigyorgó maszkok, halálpofák, amelyek mégsem halálpofák, mert lehet, hogy koponyaszerűek, de mégis inkább egyfajta groteszk, bár vannak olyan képek, ahol annak ellenére, hogy nagyon világosak a színek. És itt van az, hogy a borongos színekkel ábrázoljuk mondjuk az alkonyulatot, vagy a mulandóságot, vagy azt a fajta visszatekintést, ami most úgy érzem, hogy nála is jellemző, de egy egészséges reflexió mindez, mert mégiscsak a groteszk irányába tereli. Régen már látom Fellinének az egyik utolsó filmet, annak volt ez a címe, hogy a holt hangjai. Csupa idős emberről szólt, szinte nehéz volt körülülni, hogy miről beszélgetnek, vagy mi történik velük. Mégis az egész egy ilyen nagyon költői, elvont dolog volt, amikor az ember kijött a moziból, akkor érte egy hatás. Ez a szemem előtt levő falomban egy cím, hogy a holt hangjai, ez azt hiszem az a 17-es darab, ami az a címe, hogy Orpheus fejjel játszó nő. Na most ehhez persze sok minden kell tudni, kell ismerni Orpheus történetét. A pahánsnők azok féltékenyek lettek rá, széttépték Orpheust, a fejét bedobták egy folyóba, az ott úszkált egy darabig, de még abban ott a folyóban is énekelt ez a fej. Na most én szeretem ezt az Orpheus történetet. Képek valahol azt üzenik, hogy itt vannak ezek a mindennapi, hétköznapi jelenetek látszólag, de közben Orpheus van, és Orpheus éneklő fejével játszanak a nimfák vagy a lányok. Szóval vannak olyan jelképes dolgok, amik visszacsatolják egy archaikus, metafizikus, transzcendens világba, és valami olyasmit közölnek, ami tényleg egy 75 éves művésznek a visszatekintése, hogy valójában az életnek az elillanása mellett, a hétköznapi szekuláris világ mellett vannak kiemelt állapotok. Az 5 évvel ezelőtti kiállításomon inkább azok szerepeltek, amely esetleg drámaiabb jellegű dolgok voltak, komorabbak is néha meg, feszültebbek. Lehet, hogy kifestettem magamból ezeket a dolgokat, és most ilyen a humor, az irónia, az elnézés, a megértés az inkább foglalkoztatott. Előre nem találok ki semmit. Jelenetek vannak, figurák, szituációk, mindenféle, akkor azok munkaközben megváltoznak, belekerülnek különböző tárgyak, vagy értelmetlen foltok, mert szükség van egy színre, vagy egy üres térre.
ezek azok, amik modulálják az elképzelést is. Aztán, amikor úgy érzi az ember, hogy valami hasonlót sejtett vagy gondolt a képpel kapcsolatban, akkor abba hagyja, vagy félreteszi. Én általában félreteszem, és van, hogy hetekig nem nyúlok hozzá. A fal az nagyon jó dolog, ott befordítom, és akkor a fal az dolgozik még egy kicsit a képemen, mikor kinyitom, akkor két eset van, vagy nem nyúlok hozzá, vagy átdolgozom. Épp az a fontos ezekben a képekben, hogy nincs túlterhelve didaktikus cselekvéssel, hanem ez a narratíva szimbolikus és megfoghatatlan, és ez az ambivalencia inkább egyfajta asszociatív megközelítésre, többféle irányból való megközelítésre való. Az igazi műalkotásoknak ez a sajátja, hogy nem egydimenziós, hanem sokdimenziós.